I'm not sure if anyone else had noticed, but in the front of this particular boat on River Thames, now Thames Clippers, named Tornado, has the Union Jack, which I find odd, because that's not the country, actually. This boat is in, but that's the federal, as it were, or conglomerate flag, not England's flag. And over the continental Europe, it's usually at the front, it has to be the flag of the actual country the boat is in, and at the back is that where it belongs. So that could be the Union Jack for that matter. So the Thames Clippers is just leaving on 16th of December 2023. Tehát nem tudom, hogy másoknak feltűnt-e már ebben a két nyelvű üzenetben, ezt akarom elmondani, hogy a hajó elején a brit zászló van. Ami azért érdekes, mert Európában ez úgy szokott lenni, hogy a hajó elején annak az országnak a zászlaja van, amelyikben a hajó van, míg a hátuljára, ahogy itt is látszik, azért az országé, ahol regisztrálva van. Márpedig Britannia az nem egy ország, az a konglomerátum, tehát hátul az oké, de elől Angliában vagyunk, az angol zászlónak kellene szerintem lennie, vagy legalábbis Európában így lenne. Ez a Temze átkelőhajó járata, temzőszerű átkelő hajójárat, amelyet most már az Uber üzemeltet a pandémia óta, éppen elindult London belvárosa felé. Sajnos nem megy gyorsan, ami nagyon látványos, főleg azért, mert elég alacsony a vízállás momentán, hiszen apad a Temze, eznek az az oka, hogy a Pajdagály tevékenység az északi tengertől így adja ezt ki. Egy nap akár több métert, 5-6 métert is változik a vízszint kétszer. Szép napot kívánok!